negyedszázada minden nyár végén gyerekzsivajtól hangos a Gútai Tájház udvara. A felvidéki város egyik civil szervezete, a Magyar Asszonyok Ligája 1994 óta szervez itt kézműves foglalkozásokat. Mintegy 10 éve tovább bővült a résztvevők köre. A gyerekek most már szüleikkel és nagyszüleikkel együtt alkotnak a 3 generációs táborban. Kétféle célt szeretnénk megvalósítani. Egyrészt a hagyományok átörökítése, hagyományos anyagokkal való munkák, mesterségek. Másrészt pedig az, hogy a 3 generáció találkozzon, legyen egy hely, ahol beszélgetni tudnak, és a tudás átadásra is sor kerüljön. Van, aki tanítja, van, aki mutatja a dolgokat, és akkor a szülők és a gyerekek is, mindenki együtt tud dolgozni. Úgyhogy a lényege az az, hogy az a szülő is tanít a gyereknek valamit, egy szakértő is tanít a gyereknek valamit, úgyhogy szerintem ez olyan kis jó közös program. Kézműves mesterek és az Asszonyliga ügyeskező tagjai mutatják meg a résztvevőknek az apró ékszerek, a dísz és használati tárgyak készítését, amiket a gyerekek a közös élmények emlékeként hazavihetnek. Lehet kosarat fonni, még mindent jóformán. Tűzománcozni, még papírból is lehet kosarat vonni, még szalmából is. Még sok gyerek ide jött. Tudunk többet kézműveskedni, mert ott van ugye csak mondjuk rajzolni, meg karkötőt fonni tudunk, vagy valami ilyesmi. És hát akkor itt csinálhatunk tűzománcot, mert ugye otthon nem mindenkinek van kemencéje. Neked mi volt a kedvenced? Nekem is a tűzománc festés. De a horgászás is tetszett, a diódobálás is. A régi idők játékait a mai gyerekek is élvezik, de a kukoricamorzsolást vagy a paprikafűzést is örömmel megtanulják a felnőttektől, épp úgy, mint ahogy egykor a családokban történt. Nagyon szorosnak kell lenni a családi köteléknek, családi kapcsolatnak, és valójában ezek a rendezvények szintén erre adnak alkalmat is egyúttal, meg mindenképpen példaértékűnek is tartom. A tábor úgy gondolom, hogy azért fontos, mert egyrészt szülőföldünkön és több generációval együtt tudunk apróságokat, de mégis nagy dolgokat együtt csinálni. A közös játékok, vagy a mondókázás, vagy csak a népdal éneklés nálunk is ugyanúgy mindennapos, és ehhez kötődnek az ilyen alkalmak, és szerintem szép és hasznos dolog a kicsi fejlődése miatt. Az óvoda előtti időszakban, ugyanúgy a kisiskolás időszakokban erre úgy gondolom, hogy szükség van az ő önbizalma meg a talpra esettsége miatt is. Így vélik ezt az Asszonyliga tagjai is, akik felkarolnak minden a magyar identitást erősítő kezdeményezést. A táborba meghívták azon családokat, ahol nemrég született gyermek, hogy a Rákóczi Szövetség képviselőjétől átvehessenek egy babanaplót, amely az anyaországi szervezet magyar iskola választási programjának első eleme. A kisbabából néhány éven belül óvodás lesz, és meggyőződésünk, hogy a magyar gyermekeknek legjobb helye a magyar óvodában, majd a magyar alapiskolában, általános iskolában van, és valóban ez a babanapló kiadványunk is az iskola választás ösztönzésére hivatott. Nagyon örültünk neki, nagyon szépen köszönjük. Hát ez azért is fontos, hogy tudjuk kápolni a hagyományait, majd ahogy a kisgyerek fogja tudni azt, hogy ő honnan származik, és ezért fontos, hogy a magyarság tudatot ő benne is erősítsük. Távoli készfogása anyaországból, lényegében Rákóczi Szövetségnek ez mindez a programja, és hogy velünk vannak, hogy gondoskodás és odafigyelés van, és kérjük a fiataljainkat, válasszanak maguknak megfelelő párt, házasodjanak meg, vállaljanak gyermekeket, hogy a jövő nemzedékünk gyarapodjon, mind lélekben, mind létszámban, és hát mindenhez adjon jó Isten segítséget, bölcsességet nekik, útmutatást. Az anyaország lelki, erkölcsi és anyagi támogatása, valamint a felvidéki magyarok élni akarása remélhetőleg hozzájárul majd az imént említett célok teljesüléséhez. Hosszú távon pedig ezen külhoni nemzetrész önbecsülésének megerősödéséhez.